Hello, Lucy, ez a Sirius, ez pedig nem más, mint a Sky Factory következő epizódja, és itt van velem Bence! Hello, sziasztok! Lehellet, itt ugye hamarabb jelentél meg, és ez teljesen oké, és tehát így megjelenés, hogy tök jól nézett ki, de azt gondolkozom, hogy a vágós rác megzavarodik-e attól, hogy helyre kéne húzni a hangot. Vágós rác, nem kell helyre húzni a hangot. Szóval, az előző epizódban csináltunk egy reaktort. Bizony. Egy passzív hűtéses reaktort, amit nem használunk semmire. De mint rájöttünk, működés közben ki lehet szenni belőle a hűtést. Így van egyébként, ha valaki bent van, miközben működik a reaktor, kiszedheti a hűtést. Ezzel szerintem ez nem egy jó ötlet. By the way, mert hogy nyilván itt a játékban lehet, de a valóságban ez nem egy kimagaslóan jó ötlet. Egyébként, totál unrelated mindenhez, amit eddig beszélgettünk, vagy ami így eddig így előkerült a videó előtt, de hogy megnéztem, hogy mi a legjobb passzív hűtőanyag a reaktorhoz. Uh-huh. És ez a furcsa blokk, amit nem tudok, nem tudom a nevét, de ilyen... Draconium, manyulin, nem a tudom. A manyulin blokk elméletileg a legjobb. Elkezdtem manyulin blokkokat csinálni, rájöttem, hogy nagyon sok kell belőle, nyilván, mert hát 108, tehát hogy nagyon-nagyon sok nem, de hogy 108 az kell belőle. De utána rájöttem, hogy mivel nem akarunk a passzív hűtéses reaktornál megállni, ezért nem biztos, hogy ez a legjobb dolog, amire elkölthetem az erőforrásainkat. Ráadásul van nagyobb is ezekből, nem? Tehát ezt még lehetne nagyobbítani, fokozni a méreteit. A reaktort? Hogyne? Persze. És az is egy quest. Az is egy quest, igen. Én szerintem most a következő az izé lesz egyébként, az aktív fűtéses reaktor, amit nem feltétlenül ebben a részben raknék össze. Nem is biztos, hogy azért, mert nincs rá nyersanyagunk, vagy nem lenne rá nyersanyagunk, hanem azért, mert semmi szükségünk nincs rá jelenleg, viszont vannak dolgok, amikre van szükségünk, és aztán nyilván haladhatunk majd tovább. Egyébként érdekes, hogy működik ez az egész, ugyanis alapvetően úgy néz ki az aktív fűtéses reaktor, hogy egy olyan anyag kell bele, amit itt látsz is, ami a waste lenne ebben a reaktorban. Szóval mivel viccelődtünk az előző részben, hogy majd kidobáljuk a radioaktív hulladékot, nem dobáljuk ki, csinálunk belőle egy turbinát, ami... Másik reaktort. Egy kicsit fura, nem kell másik reaktort, egyébként a reaktor az lehetne pontosan ugyanez, egyetlen egy blokkot, pár blokkot, tehát összesen talán három, vagy kettő. Kettő blokkot kell talán berakni, amitől ugye más lenne, viszont a turbina házhoz, tehát amiből ténylegesen épül majd a turbina, amitől ugye aktív hűtéses lesz ez az egész reaktorrendszer, ahhoz az a nyersanyag kell, ami akkor termelődik, ha áramot termelsz a reaktorral. Szóval, és az már aktívnak fog számítani akkor onnantól kezdve? Hát onnantól fog aktívnak számítani, hogyha megépítjük hozzá a turbinát. Tehát és az pörög is, forog is. Pörög és forog, az nagyon szép, egyébként ezt imádni fogod, ez nagyon jól néz ki. Meg számolgatni kell mindent. Nem tudom, hogy megnézted-e esetleg a linket, amit küldtem a Holy Shit felkiáltással talán. Facebookon van. Sietem, az a baj, nem láttam. Szóval az a lényeg, hogy elmélyedtem egyébként az aktív reaktor számolgatásban, és itt figyelni kell a turbina súlyára, a lapátjainak a számára, az általa termelt gőzre, mert ugye ez nyilván úgy néz ki, hogy aktív reaktor esetén a reaktor az csak gőzt termel. Olyan gőzt, amit egyébként minden olyan módban fel lehet használni, ami gőzzel csinál dolgokat. Nem tudom, gondolom tudsz olyan módokat, amik gőzzel csinálnak dolgokat. Hát igen, talán egyet. Tehát, hogy annyira nem gyakori. Ott is fel lehetne használni, viszont ez annyit csinál, hogy ezt átvezetjük, megforgat egy turbinát, és aztán visszavezetjük. Vagy nem vezetjük vissza, hanem ellátjuk vízzel. Vagy visszavezetjük és ellátjuk vízzel, mert rengeteg vizet vesz fel a rendszer. És ebből adódóan egyébként szerintem, ha ehhez sikerül egy megfelelő méretű turbinát építeni, megfelelő lapátmennyiséggel, megfelelő méretben és megfelelő ilyen elektromos tekercs mennyiség felhasználásával, és megfelelő anyagú elektromos tekercs felhasználásával, akkor szerintem ez a reaktor, tehát ugyanezzel a reaktor mérettel nem 15 000 RF lenne a kimenete, hanem egy olyan 22-23 000 RF körül lenne. Tehát tényleg mindent sikerül jól megcsinálni. Ehhez egyébként
bár mondjuk akkor lehet, hogy jobban is, hogyha a legjobb vezetőanyagot használnánk, amit tudunk használni, ami a Ludi, vigyázz, mindjárt mondom, Ludikrite. Elég fura neve van. Igen. Ez... fura a neve, viszont tudok szebbet mondani. Szóval az a lényeg, hogy ebben minden blokkba kell egy Nether Star. Micsoda? Wow. És nekünk ha jól tudom, akkor szükségünk lenne 8x4-re, 32-re. Úgyhogy... Plutónium... Yellow. Nyilván lehetne aranyat is használni. Nyilván lehetne aranyat is használni. Az a lényeg, hogy ez az a tekercs, amiben úgymond indukálódik a feszültség. Érted? Tehát, hogy ez így rajta van a tengelyen, forog a tengely, és akkor ebből jön majd az áram. Na mindegy. Szóval, hogy ezt majd, ha megcsináljuk, akkor ez egy tök jó rendszer lesz. Viszont teljes mértékben értem, hogy miért látok viszonylag ritkán Sky Factory sorozatokban full power-ön működő aktív fűtéses reaktorokat, ugyanis a passzív fűtés is elképesztően sokat termel, és az aktív fűtéses az mind nyersanyagban, mind pedig komplexitásban szignifikánsan bonyolultabb, és több, és drágább, de tény is való, hogy valamennyivel többet termel, úgyhogy majd megcsináljuk. És most, hogy ennek elkezdtem utána nézni, az 1 millió RF, amit kér, az nem is feltétlenül elérhetetlen, hogyha úgy is meg kell csinálni a legnagyobb méretű reaktort. Ó, és az már akár passzívval is működne, vagy ahhoz azért érdemes szerintem megcsinálni? Szerintem abban nem vagyok biztos, hogy ezzel a passzívban elérjük az 1 millió RF-et. De, tehát de akkor így is úgyis szükség lesz. Viszonylag biztos vagyok benne, hogy el tudjuk érni. Még egyszer, hány ilyen ludicrite blokk is kellett hozzá, amit mondtál? 32. Hát akkor megyek vissza a szivárvány alá. Nem kell feltétlenül, ugyanis nyilvánvalóan pattant. Most, srácok, ez most egy beszélgetős rész, ez úgy tűnik, felvázoljuk azt, hogy merre fogunk haladni majd a jövőben. Ugyanis... Azért az kicsit ijesztő, amikor csak a felvezetés olyan hosszú, mint egy teljes rész. Nem lesz teljes rész, és én nagyon remélem. Szóval, hogy utána néztem, hogy ugye alapvetően feladat a vidörök megölésének automatizálása, és hogy ez nem is tűnik feltétlenül elérhetetlen dolognak. Vannak benne mindenféle furcsa blokkok, amiket én nem feltétlenül ismerek jelenleg még. De hogy elképzelhető, hogy előbb vagy utóbb automatizálhatnánk a vidörök megölését. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a coilokban nem csak ezt az egy alkatrészt lehet használni. Tehát oda rakhatnánk aranyat is egyébként. Csak nyilvánvalóan ez a legjobb. Egyébként ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy magas fordulatszám esetén nem ez a legjobb, de mindegy. Ebből már bele se menjünk, hogy a fordulatszámokat is figyelni kell majd, meg ilyenek. Szóval nagyon izgi lesz a dolog, amikor elkezdjük csinálni. Viszont nagyon nyersanyag igényes, és nagyon-nagyon sok minden projekt van most a fejemben, amit lehetne csinálni, ami előbb vagy utóbb nagyon nyersanyag igényes lesz. Úgyhogy indítványoznám, hogy amivel legelőször kezdünk az az, hogy ezt az üvegházat, ezt nem tudom, legalább ötszörözzük meg. Oké. Tehát, hogy szerintem árammal el tudnánk látni. Már most is akár. Már most is akár, mert hogy ennek az ötszörösét is. És hogy szerintem próbáljunk blackcraftolni a világ összes garden clothes-et, és minden nyersanyagból, amiből jelenleg is gyártunk, abból gyártsunk sokkal többet. Tehát, hogy ne kelljen választanunk, hogy ezt gyártunk, vagy azt gyártunk, hanem mindenből gyártsunk folyamatosan sokat. Ez az egyik, ami szerintem tök jó lenne. A másik pedig, hogy van egy halom autocrafter, amit bekötöttél, és szerintem ezeket el lehetne kezdeni bekódolni arra, hogy ne essence formában tároljuk a dolgokat. Hanem érted izében. Jó, bár egyébként az eseteknek a nagy részében szerintem elég, hogy az essence forma is megvan, hiszen ha csak egy szíret is beteszünk egy garden clothes-ba, akkor az már végtelen állít elő nekünk. A legtöbb dologból, és ritkán kell az, hogy a végtelennél is több kell, mint például a vízből majd a reaktorokhoz. Szóval... Ja, igazából csak azért gondoltam, hogy autokraftolhatná az essence-eket össze cuccá, hogy ne nekem kelljen, amikor kraftolok valamit. Szóval jó. Ez nem tárolási szempont. Igazából. Előbb vagy utóbb valószínűleg az lesz. A másik egyébként, amiben teljesen véletlenül szaladtam bele, az a pillanat is mondom, a Flux Plug és a Flux Point nevű két... Ezek micsodák? Ezek wireless áramszállító dolgok, nem? Nem ismerem. Advanced Generators, vagy Flux Networks, vagy miből van? Flux Networks. Aha. Flux Networks modnak a részei. És mennyire
drágák ezek. Annyira azt hiszem, nem is és túl drágák hiszem, talán. Ezért, igen, tehát hogy nem is drágák, és egyébként elképzelhető, hogy az epizód előtt sütöttem egy halom redstone-t, hogy legyen belőle flux. Hogy ezeket például meg is tudjuk csinálni, és hogy például lehet, hogy a reaktort a frissen felújított Garden Clutch parkunkba már nem is kell közvetlenül vezetékkel bekötnünk. Amit nem tudok, hogy mennyit tudnak szállítani, mert hogy nem beszélnek erről, hogy mennyit tudnak szállítani. És hogy ez nekem nagyon-nagyon fura, viszont egy nagyon-nagyon egyszerű megoldásnak tűnne. Nyilván nem a világ legolcsóbb egyszerű megoldásának, mert azért obszidián is kell hozzá. Ó, tényleg, obszidián. Az obszidiánt nem gyártottuk, vagy hát gyártottuk csirkékkel, de hogy olyan csirkés tempóban gyártották az obszidiánt, úgyhogy csináltam hozzá magot, elnézést. Oké. Okay. Hát akkor obszidián probléma megoldva. Hát még egyelőre nincs, de hogyha például lenne elég garden clutchunk, akkor igen. Jó, akkor melyikbe kezdjek vajon bele? Elkezdhetem átépíteni ezt az egész jelenlegi kis üvegházikót, amit meg a sorozat elején építettünk, vagy esetleg az inventory rendszert építgessem, mert nekem az is terve volt esetleg, hogy tudod megcsináljuk azt a kis kézi számítógépet, amivel elérjük az itemeket. Azt el tudnánk kérni most? Mert akkor szerintem szerintem tök jó lenne, ha te azon dolgoznál, én meg letúrnám ezt az üvegházat, és nem építenék másikat, hanem azt a majd megépített, de leraknám a garden clutchokat. Jó, oké. Okay. Másik kérdés egyébként, amit csak úgy találtam most az interneten kutakodva, hogy hogy elméletileg az Ender chestekbe be lehet ezekkel az Ender IO-s csövekkel tölteni a dolgokat, és hogy azt lehet igen, ilyen vezeték nélküli item transportációra használni. Tényleg amúgy, hogyha ugyanaz jelenik meg bennük. Ja, tényleg amúgy. Tehát, hogy az összes szinkódos dologgal elméletileg lehet nem fizikailag összekötni, hanem szépen azzal kihúzni. És elég marha okos. Egyébként ráadásul elég jó cucc. Okay. Szerintem ezt tökre nem erre találták ki, de közben meg mégis milyen jó használt veszik ezt a vezetékes wireless item transportációnak. Ja. Oké, megépítem a cuccot, de úgy, hogy még meghagyom a mostani üvegházat, mert az kell. A nyersanyagaink még mindig ott készülnek, úgyhogy azt nem zúznám le csak úgy. És aztán majd nem tudom, hogy a helyét vagy feltöltjük valamivel, hogy jól nézzen. Igen, vagy töltsük fel a helyét, az jó lesz az, hogy... töltsük fel a helyét. Úgyhogy, nem tudom, kihagyok egy ilyen 5 blokkot, aztán csá, és csinálom is. Jó lassú azért mégiscsak ez a seed termelés, essence termelés. Azóta csak 25 darab fire essence-ünk nőtt, ez igen, semmi. Azért alapvetően nem a... Tehát szerintem a növények nem abban jók, hogy hirtelen termeljenek nagyon sokat. De nem tudom pontosan mi lenne abban jó. Érted? Tehát, hogy így... Tehát, hogy szerintem semmi nem termelne ennél hirtelen sokkal többet. Tehát a csirkék is valószínűleg abban lennének jók, hogy folyamatosan termelnek. És nem abban, hogy hirtelen nagyon-nagyon sokat. Aha. Mert csak azért is, hogy most cseltem egy csomó homokot, mert akkor ebből készített neked egy adag üveget is, és akkor az lehet, hogy még jól jöhet majd ahhoz az óriási hengerhez, amit építesz. Elképzelhető egyébként. Most, hogy mondod, mintha lenne valami köze a dolgoknak így egymáshoz. Azt néztem egyébként egy csomó let's playben, hogy mennyi időt töltenek el azzal emberek, így ránézésre, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper fancy dolgokat építsenek. Tehát, hogy egyáltalán nem vitatom, hogy szuper fancy. Tehát, hogy tényleg szuper fancy a dolog. De, hogy így miért is csináljuk ezt pontosan? Hát igen, igazából a dekoráció is tud olyan sokat érni, mint egy jól működő farmrendszer, csak hát mondjuk kérdés kinek lehet neked annyira szíved, ugye? Igen, most volt egy csáv, akit néztem az automata Wither Killing dologgal kapcsolatban, és ő volt az, aki ilyen íves burokban él gyakorlatilag. Az mondjuk menő, igen. Ezért csinálsz, éppen húzod át az alkatrészeket a ládából. Ezt hogy találtad ki? Hogy odáig elért a raggom? Igen. Úgyhogy nem tudtam lerakni blokkokat. Leginkább úgy találtam ki.
Szegény nagy ládai, nem akarom megbántani, de tényleg lehet le kéne cserélnünk valami másra, ami normálisan tároljam. Én befejeztem amúgy, úgyhogy... Igen, én is gondolkoztam rajta, hogy nagyon jó ez a láda, de nem az. A legjobb az lenne, ha csinálnánk valami más rendszert, ami... Amúgy szerintem az teljesen jó méretű kör lesz innen. Nekem is annak fentről nézve. Ki kell majd, hát majd meglátjuk pontosan, hogy jó-e. Na mindegy, szóval ki kéne találni valamit arra az egész nyersanyag tárolás dologra, mert ez így nem módi annyira. Az egyébként írta valaki, hogy az is feladat, hogy csináljunk meg a 16x16-os chestet, és hogy mi azt olyan befejeztük el. Mert hogy kipipáltuk. Tuti. Ja, hogy kipipáltuk el, igen. Érdekes, hogy nem is találkoztunk ezzel a questtel, lehet, hogy a legvégén van. Meg önként beleálltunk? Önként és dalolva? Kő Essence Seed. Nagyon jó. Olyan is van? Igen, és kell is. Jó, hát akkor azt hiszem minden mást hagyhatunk, és csak és kizár. Ez az egy épület, amit most megépítünk, ez lesz egyedül fontos az egész. Az egész játékban. Igen. Minden más az ilyen... Mindegy. Persze csinálhatnánk autohammer rendszer, de hát végül is kaptolhatjuk is. Ja, amúgy tényleg ez jobb is az a kör alakú építmény. Akkor már nézzünk ki ez a... Hát az egész mentésünk legfontosabb dolga, az egyetlen termelő egység. Tényleg pofásan, akkor adjuk meg a módját neki. Azon is gondolkoztam most, hogy így épített, hogy meg is lenne csinálni az alsó szint. Oké. Én ezt el tudom képzelni, hogy ez ne legyen ronda. A lábakkal most nem vagyok 100%-ig biztos, hogy... Ezzel én ezt megfelelően kivitelezni tudom. De azt meg tudom csinálni, hogy kihagyok egy csomó helyet. És akkor majd berakjuk a lábokat, amikor akarjuk. Jó. Hű, én meg szerintem kezdem itt az Enderájot az alapoktól. Azért, mert ugye amiket eddig készítettünk, ilyen kis vezetékburkolásokat, meg hát unblock-a vezetékeket, a gépezeteket, amikkel égettünk, stb. Kis gyorsító folyamatokat, ezek mind jó voltak kis mennyiségben. Mindigből volt egy 1-2-3-4 darab, de most meg rengeteg kell, ugye, hogyha sok vezetéket akarunk, sok gyorsító egységet, sok mit tudom én, szóval fú, mindenből készítek most akkor az elejétől kezdve egy csomót. És van lehetőségünk arra, hogy ez egyszerűbb legyen? Hát van, a szidekkel most én ezzel megkönnyítettem, most hogy megvannak a kőszíd is. És közben áll egy enderman itt mellettem, ahogy építkezek, de ilyen full chillesen csak lógatja le. Oké, lehet, hogy ránéztem. Oké, nem néztem rá. Ne csapom, kell a szint. Add ide magad, hova tűnt? El is ment, bezzeg, amikor idejövök, akkor meg elmegy. Készítettek, gondolkoztam azon, hogy ugye kivannak afkolva az ender kapuhoz a dolgok. Tehát, hogy vagy a következő részben, tehát valamikor, amikor kedvünk van, akkor elugorhatnánk megölni az ender sárkányt. Viszont közben az is eszembe jutott, hogy én őszintén nem szeretném azzal a mostani kardommal, mert nyilván nagyon fancy meg ilyenek, de ezért mégiscsak valami modpacket játszunk, amiben ilyen technológiai, meg ilyen varázslat dolgok keverednek. Szóval, hogy azért mégiscsak valami menőbb dolog, hogy tehát hogy én így személy szerint lélekben valamilyen, tudod, ilyen már ilyen hand cannont, vagy valami ilyesmit várom. Aha. Tehát hogy én így ezen gondolkoztam, amikor is rákerestem ezekre a flux whatever dolgokra, tudod, az ilyen adapterekre, meg a wireless hálózatra, és ott találtam egy elképesztően királyul kinéző reagant, ami nem tűnik megvalósíthatatlannak. A Railgun, az Immersive Engine-is Railgun-ra gondolsz? Igen. Ja, ez egy jó cucc, ilyet már készítettem, de nem annyira jó cucc talán, mint a Revolver.
Ez szomorú, mert hogy kinézni viszont elképesztően királyul néz ki. Igen, okay. Akkor egyébként az egész fegyver, mint amekkora maga a játékos, rohadt nagy. Oké, okay, na revolver energiával működik. A revolver az meg nagyon király, mert úgy van, hogy a railgunnak a tölténei azok ilyen rudak lehetnek kb. Szóval egyetlen egy dolog, amit kilősz vele, az mondjuk egy vas rúd. Vagy esetleg, hogyha erősebből akarod megcsinálni, akkor mondjuk egy ilyen karbon rúd, van valami ilyesmi is, azt hiszem. Tehát kicsit úgy működik, mint egy sniper, még talán lehet is vele zoomolni, mit tudom én, távolharci fegyver. Annyira nem igazán használható egyszerűen, viszont hogyha távolra akarsz snipolni, ami a Minecraft-ban rohadt ritkán kell, de azt meg lehet vele oldani. Viszont a revolverrel, oda viszont ilyen kis kartricsokat készített szám magadnak, kis töltényeket, és azokból viszont mindenfélét, a kis robbanóstól kezdve a nagy robbanósigán át, a potion effektes töltényig, tehát mit tudom én, még vakit is, hogyha meglövöd vele a játékost, vagy valami mást, az ezek mind elkészítették. És ilyen, itt vagyunk ketten a szerveren, pontosan milyen játékos meglövésének gondoltál? Van, hát gondoltam, hogy kitestelem majd valakin itt a dolgokat, de... Szóval igen, ott... Oké, az a helyzet, hogy engem meggyőztél, abszolút. Ez az a fajta meggyőzés, ami nem biztos, hogy az, amire gondolsz, de hogy elkészítem nagyon szívesen mind a kettőt. A railgun csak azért, mert átkozottul jól néz ki. Van lángszóró is. És ugyanilyen nagy, sőt nem is lángszóró, hanem ilyen fluid szóró, tehát bármit be tudsz tölteni, ami folyadék, azt így kispricceli neked, és meg is gyújtja. Aha, valami olyasmi. És milyen neve egyébként? Chemical Thrower. Akkor, mint a Railgun, hatalmas, úgy fogja, mint a Heavy a TF2-ben a fegyverét. Oké, szeretnék fegyverkezni, mielőtt elmegyünk Ender Dragont ölni. Én nem tudtam, hogy neked ezek ekkora vágyaid voltak a az játék során. Az a helyzet, hogy így nem, mert nem volt semmi szükségem, de aztán megláttam, meg ugye alapvetően, ahogy a Minecraft-ban általában kinéznek a fegyverek, most legyünk őszinték, az nem akkora vágyam. Igen. Én emlékszem valami gun modra, amikor még nagyon régen a várjátékokat szerveztük, akkor volt egy special edition, ami ilyen fegyveres moddal volt, ilyen payload tologatós játék. Nagyon vicces volt egyébként. Vagy én legalábbis nagyon jól szórakoztam. De hogy ez nem feltétlenül mondanám azt, hogy azok jól néznek ki. Vagy legalább nem néznek ki botrányosan rondán. hogy így nem érzem azt igazából, hogy én ezt mindenféleképpen szeretném ám. Oké, viszont a Garden Cloud-csal kapcsolatban van egy kis probléma. Van valami cucc, amivel kezelni kell a fát. És hogy elképzelésem sincs, hogy ez mi volt. Mert így nem emlékszem. Ja igen, a karbonsav. Itt vannak, ide tároltam őket ezekben a hordókban. Építményed mellett, hogy is hívják ezt a üvegház, vagy nem tudom mi. Ez mind karbonsav lesz, igen. És akkor ezt csak kiveszek belőle vödörrel? Jaja. Kell hozzá egy marha nagy adag vödör. Jó, szerintem hát az összeset, ami van, azt be lehet venni. Glowstone, Iron Plate. Az Iron Plate-et meg valami kalapáccsal csináltuk, nem? Igen, az Immersive Hammer-rel. Immersive Hammer. De amúgy azt is lehet automatizálni. Van egy olyan kis gépezet, ami egy ilyen lapítógép. Nem tudom, hogy hívják pontosan ezeket, de hogy tudod, hogy mindent szétnyom, ami alá kerül, és akkor úgy is lehet ezeket automatizálni. Az Engineer's Hammer, ugye? Igen. Azaz. Van nálam egy halom cucc, amit tökre nem kell, hogy nálam legyen, úgyhogy szokat gyorsan lepakolom. Au. Ops. Au. Valami támad? Au. Egy törki, nézd csak. Szerintem én ezt egy gyorsan kivilágítom, még miért ide is nem építünk egy monster trappet. What? Nem, abba hagyta. Oké, ez... Őszíti, szóval amiatt, mert fehér ugye a nyersanyag, amivel építkezünk, valószínűleg abból, amiatt eszembe se jutott, hogy ezzel baj lehet. Ne!